Hello, srácok, üdv mindenkinek! Ez itt a budapesti Várkert Bazár, ahol a Ford tartott egy remek sajtótájékoztatót, megtudtunk egy csomó dolgot. De a sajtótájékoztatókon mindig van valami apróság, finomság, amivel egy picit meg tudják etetni az újságírókat. Most nem más, mint a Ford Mustang bulitje itt a meglepetés. Úgy tudom, ez az autó a Kis Gergőjé lesz, az olimpiai bajnokunké, aki a Ford Mustang nagykövete, és én nem is nagyon készültem föl belőle, de azért gyorsan nézzük meg, ha már itt vagyunk, és videós média vagyunk, hát rá kell csapni. Szóval a Bullit, emlékeztek, 1968-ban volt azt hiszem Steve McQueennek a Bullit nevű videója, amiben San Francisco utcáin üldözte a gonoszokat egy ilyen színű Mustanggal. Tavaly nagyon jó cikkek jelentek meg azokról az autókról konkrétan, amelyekkel csinálták a mozit, ezek eltűntek, felbukkantak, majd valami család birtokába kerültek. Egyszer, mint száz, a Ford úgy gondolt, hogy az 50. évfordulóra megcsinálja a Bullitot. Ez az. Csak az 5 literes V8-assal kapható, természetesen ebben a Bullit zöldben, és 460 lóerős, 529 Nm-es, és gyorsan nézzük meg a... Úgy látom, hogy ezek a... Hát ez szomorú, de ez nem igazi ez a... Ja nem, ott bent. De ott bent igazi. Igen? Jó, ott bent van egy kis luk. Szóval ezek a hát, szellőző betétek talán az eredeti hangulatát adják vissza. Brembo fékek, fekete. Ez a kicsit retro stílusú felni, amit így elsőre egy észreveszek. Csak kéziváltóval készül a Bullit. Na, ha még szép, hogy kéziváltóval. Gyere, járjuk körbe. Vigyázz, itt van egy árok, nehogy beleessél. Bullit van! Ez milyen jó részlet, milyen szép részlet. Bullit van a Ford, illetve a Mustang logó helyén. Steve McQueen, jaj de jó Isten, milyen jó időszak is volt, amikor Steve McQueen kergette a dimbes dombos San Franciscói utcákon az autós üldözésben a gonoszokat. Szóval, itt gyere, menjünk még kicsit körbe. Oda bent. Várjál, tudod, arról van nyitva? Gyere, nézzük meg. Szóval a Bullit egyébként egy elérhető széria, nem lesz tesztautó belőle, legalábbis egyelőre. Hé, ezt bezárták. A kutya fáját. Orsi, akkor benézzük így. Nyisd ki! Nyitja! Ne, kinyitotta, szuper! Szóval, gyere, nézd meg belül is, hogy milyen király. Szintén a kormány közepénél a Mustang logó helyett Bullit felirat, és azt a váltógombot is érdemes megnézni. Igen, akinek ha mond valamit, az az időszak, amikor még az izomautók, az Egyesült Államok útjainak mindennapjait képezték, és ilyen Mustangokkal, vagy később Camarokkal, vagy Chargerekkel, és egyéb szörnyűségekkel rótták az utakat, az kicsit vissza tud ugrani ebbe a korba, egy picit retro a hangulat, hát de nagyon klassz. Ó, és itt van még egy Bullit K2196, gondolom ez valami sorozatszám lehet az autóhoz. Nyilvánvalóan a Bullit limitált példányszámban készül. Ez az alu dekor is egész izgalmasan van megmunkálva. Szóval ilyen a Bullit. 5 liter, V8, 460 lóerő, 529 Nm. Az egekig dicsértük mindig a Mustangot. Oh, és a digitális műszerfal, igen. Hisz a faceliftelt változatról beszélünk. Ez még nem járt nálunk, szóval az egekig dicsértük mindig a Mustangot, mert olyan jó árérték aránya és olyan jó élmény aránya van. Ez most is így van. Ezzel meg még egy kicsit vissza is tudtok ugrani Steve McQueen világába. 68 Bullit San Francisco. Hát az volt az igazi. Vagy legalábbis azt gondoljuk. Köszönjük, hogy itt voltatok. Mi búcsúzunk. Ez egy nagyon rövid bejelentkező volt. A Sámán és Gilberto folytatja a napját. Köszönjük, hogy megnéztétek. Aloha!